Sziasztok! Megkérdeztük az utca emberét, mennyire ismerik a régi, illetve az új szlengeket. A stíről szerinted mit jelent? Hát figyel, vagy néz valakit nagyon. A nézeget, vizsgál. Nem tudom, hogy egy fiú stíről egy lányt. Fogalmam sincs. Hát bámul. Bámul. Stíről az is valami vidéken, valami parasztháznál. Kerítés szaggató. Hogy valami nagyon különleges. Nem. Hú, hát az általában italokra szokták mondani, ami eléggé ilyen berugós. Az első, amit nem tudok. Kerítés szaggató. Iszra. Pálinka. Kafa. Kafa? Kafa. Húha, jó találós kérdés. Az pedig valami ülőke. Király jó. Kafa. Jó. Király menő. Hát ez klassz, szuper. Kégli. Fogalmam. Ez pedig a lakás. Ez a lakás. Lakás. Mit jelent? Lakásház. Na, te mondja. Én nem ismerem. Nem tudom. Kégli. Lakás. Lakásház. Kégli az, amikor a lakásban van egy szoba. És akkor most mondok pár újat. Flexelés. Mit jelent az, amikor egy fiatal azt mondja, hogy flexelés? Összerint mit jelent? Flexelés, hát az lényegében egy munka. Például flexel a pénzével, hogy mennyie van. Visszavágás. Flexel valamit, valami dolgozó szobába. Az a menőzés. Oké. A kioffol az... Kioffol? No, aki kilép, befejez. Segítsek? Igen, Léci. A szlengeket nem... Ezt nem tudom mi. Kihagyja, visszautasítja. Nem tudod, mit jelent? De csak nem tudom megfogalmazni. Kioffol. Ki kalapál valamit? Lekoptatja magáról. Epic. Azt te ismered nagyon jól. Az, hogy valami nagyon jó. Mit jelent az, hogy epic? Epic. Orvosok talán ők használják valami test. Passz. Mit jelent az, amikor a fiatalok azt mondják, hogy most sírok? Szomorúak. Pont az ellentetjét azt jelenti, hogy nagyon happy. Nevetnek. Valami. Happy. Hát valami nagyon tetszik neki, sírva a nevet. A boomer. Pont szerint mit jelent? Passz. Azt pedig az idősebb korosztályra használják általában azokra, akik mondjuk annyira nem értik meg a fiatalokat. Adom? Az nem tudom. Az, hogy tetszik nekem. Burkol. Burkol? Az nem az eszik. De. Burkol. Eszi. Mit jelent az influencer? Valami olyan, akit az interneten követnek. Influencer. Influencer. Nem az influenza szóból ered?